Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét! Önök a 25. évfolyam 25. heti számát látják. Nézzük a mai adás tartalmát. Műsorunkban először a Vörös Kereszt anyáknapi rendezvényére látogatunk el. Második blokkunkban megmutatjuk, kik kaptak kitüntetést a pedagógus nap alkalmából. Adásunkat az első kézből rovat zárja. A Vörös Kereszt monori szervezete minden évben megrendezi az anyák napi ünnepségét. Idén ismét szép számmal jelentek meg ezen az eseményen. Ennek az összefoglalónak az első része következik. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kis Optika, ahol minden szemre való. Nagymamákat, dédmamákat, minden kedves vendéget, valamint a műsort adó fellépőket. Köszöntöm Fodor Antalné doktort, a Magyar Vöröskereszt országos elnökét, aki egyben a Pest vármegyei szervezetének vármegyei elnöke is. Dienes Rita Anikót, a Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei igazgatót. Kopcsánti Károlynét, a Magyar Vörös Kereszt Pest vármegyei vezetőségi tagot. Dr. Misurt Gábor urat, a Magyar Vörös Kereszt Monortelepi Alapszervezetének elnökét. Köszöntöm a Városi Önkormányzat részéről Darázsi Kálmán polgármester urat. Nem utolsó sorban vendégünket, Vladár István, tiszteletes urat. Most pedig felkérem Dienes Rita Anikót, a Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei igazgatóját, hogy nyissa meg rendezvényünket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei szervezete nevében. Mindig örömömre szolgál, hogyha erre az ünnepségre érkezem, hiszen több éve hagyomány már Monoron, hogy Monorváros önkormányzata és a Vöröskereszt Monortelepi Alapszervezete közösen rendezik meg anyák napi ünnepségét. Különösen kiemelkedő ünnepség ez a Magyar Vöröskereszt életében is, hiszen Magyarországon először 99 évvel ezelőtt 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére köszöntötték először az édesanyákat. A hagyomány azóta is töretlen. Minden év május első vasárnapján virágba borul a szívünk, és hálásan mondunk köszönetet édesanyáknak, nagymamáknak. Anya, mama. Ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Ő az a biztos pont életünkben, akinek a szeretete örök. Örkény István nagyon találóan fogalmazta meg az anyák szeretetét, amikor ezt írta. Szeretetük átlát a hegyeken. 7 mérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük. Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végig kísér minden embert. Ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem kételkedik. Ez az a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni. A mai világban édesanyának lenni bizony kihívás is. Legtöbbet a szeretetről beszélünk, de ha őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, bizony be kell vallanunk, hogy nehéz feladat elé állította gyermekeinket a mai rohanó világ.
A felgyorsult életünk, a megfelelési vágy, a teljesítménykényszer gyermekeinkre is hatással van. Anyaként talán ezt átélni a legnehezebb feladat. Engedjék meg, hogy saját tapasztalatból is beszéljek. Mikor olyan kihívás elé állít az élet, hogy gyermekünk különleges szükségletű, anyaként még inkább féltjük őt a kudarcoktól, a fájdalmaktól, és igyekszünk megóvni minden olyan bántástól, ami a mai társadalmunkban sajnos egyre inkább megjelenik. Ilyenkor még inkább szükséges támaszt nyújtani, és anyaként segíteni őt a számára kijelölt úton. És gondoljunk most azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk, de emlékeik soha el nem kopnak, akik utolsó leheletükkel is aggódtak azért, hogy el kell engedniük örökre, és már soha többé nem foghatják kezünket. Köszönet, tisztelet és megbecsülés jár minden édesanyának nem csak most, hanem az év minden napján, akik soha el nem múló szeretettel szeretnek bennünket, lehetünk csecsemők, vagy deresedő hajú felnőttek egyaránt. Ezen az ünnepségen szóljon most az édesanyáknak minden vers, csendüljön fel nekik minden dal, szívük teljen meg örömmel és szeretettel. Engedjék meg nekem, hogy egy kis kitérőt tegyek a Vöröskereszt szervezete irányába, és megemlítsem a nemrég ünnepelt világnapunkat is. A Vöröskeresztes szervezetek május 8-án a világ 191 országában hívják fel a figyelmet a mozgalom alapelveire és az általuk képviselt humanitárius értékekre. A Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetek létrejötte, mint Henri Dunant, svájci üzletember humanitárius tevékenységéig vezethető vissza. Dunant az 1859-es Solferinói csatatér mellett elkocsízva, látva a borzalmas veszteséget, a 40 ezer halottat és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. A szomszédos falu lakosaiból önkéntesen segélycsapatokat szervezett, amelyek nemzetiségre való tekintet nélkül vettek részt az ápolásban, segítségnyújtásban. Tapasztalatainak hatására Henri Dunant javaslatot fogalmazott meg a háborúk áldozatainak védelmére, és kezdeményezte egy segélyszervezet létrehozását. Így indult egy eszme, amelynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet a humanitárius értékekre és alapelvekre. Az emberiességre, a pártatlanságra, a semlegességre, a függetlenségre, az önkéntességre, az egységre és az egyetemességre, az élet védelmének fontosságára. Hagyományosan egy szlogen kíséri a világnapi alkalmat, amelyet idén az emberiesség alapelve ihletett. Őrizd az emberiség eszméjét. Ma, amikor a világban példátlan válságok és veszteségek keletkeznek, a világnap különös jelentőséggel bír. Az idei szlogen a Vöröskeresztes szervezetek világszintű elkötelezettségét hangsúlyozza, az emberi méltóság fenntartása, a szenvedés csökkentése és a nehéz helyzetbe került emberek segítése mellett. Idén a Pest vármegyei Vöröskereszt május 9-én Dabason tartotta világnapi ünnepségét, ahol számtalan kitüntetést is átadtunk azon személyeknek és vállalatoknak, akik az elmúlt évben kiemelkedően támogatták és segítették szervezetünket. Szeretném most megkérni a Pest megyei Vöröskereszt és egyben a Magyar Vöröskereszt elnökét, Podor Antalné doktort, hogy fáradjon ki mellém. Engedjék meg, hogy megragadjuk az alkalmat, hogy itt helyben, az önök körében is köszöntsük azt a kitüntetettet, aki az első segélynyújtás népszerűsítésében vállalt kiemelkedő szerepet. A Magyar Vöröskereszt első segélynyújtás népszerűsítéséért emlékérem kitüntetést adományoz Bellon Nicolette részére. Bellon Nicolette első ízben 2012-ben vett részt Monoron a József Attila gimnáziumban, területi elsősegélynyújtó versenyen versenyzőként. A csapattal tovább jutottak a megyei elsősegélynyújtó versenyre, ekkor ismerkedett meg a Vöröskereszt eszmeiségével, és lett szenvedélye az elsősegélynyújtás népszerűsítése.
2013-ban megalakult a Monor Területi Ifjúsági Szervezet, melynek Nicolette oszlopos tagja lett. Munkája nagyban hozzájárult a sikeres működéshez. Több diáktársának adta át a Vöröskereszt és az elsősegélynyújtás iránti elkötelezettségét. Több éven keresztül szervezték a területi elsősegélynyújtó versenyeket, városi rendezvényeket, nyári táborokban részt vettek elsősegélybemutatókkal. Nicolette lelkiismeretes munkájával 10. éve rendületlenül segíti a Monor Területi Szervezetet. A 2023-as évben megrendezett programokon is lelkesedésével, vidámságával, pozitív kisugárzásával magához vonzotta a felnőtteket, gyerekeket egyaránt. Nagyban köszönhetjük neki, hogy a pályaválasztási kiállításon, területi elsősegélynyújtó versenyen, katasztrófavédelmi versenyen, futóversenyeken, nyári táborokban, például a biztonság lovagjai táborban, közlekedésbiztonsági napon, városi rendezvényeken, fesztiválokon nagy létszámban látogattak el az érdeklődők, és kifejezetten sikeresen végződtek ezek az események. 2023. novemberében és decemberében szervezett adománygyűjtések szervezésében, lebonyolításában, népszerűsítésében is komoly szerepet vállalt. Jelentős szerepe volt az elsősegélynyújtó verseny szervezésében, javaslataival, ötleteivel elősegítette, hogy a versenyen minél több csapat részt vegyen. Időt, energiát nem kivélve segíti szervezetünk munkáját, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. Szépen, hogy meghallgatom. Felkérem dr. Misut Gábor elnök urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet ezen a jeles. Nagy örömömre szolgál, hogy itt a megnyitót itt elmondhatom és köszönhetek mindenkit. Elsősorban köszönteném az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, hiszen elsősorban róluk szól ez a nap. Ez már egy több évtizedes hagyomány városunk életében, hogy ilyenkor összejövünk, és mind az édesanyákat, mind az időseket úgynevezett idősek és édesanyák napján egyszerre köszöntjük. Emlékszem, még a telepi vörös keresztkeretében a Táncsics utcai kisiskola falai közül indultunk, majd ahogy taglétszámunk növekedett, kinőttük ezt az intézményt, a Jászai általános iskola, majd pedig már évek óta ez a terem ad helyt rendezvényünknek. Itt szeretném megköszönni a városvezetésünknek, hogy egyre nagyobb figyelemmel kíséri munkánkat és támogatja tevékenységünket. Az édesanya az, aki fogantatásunk pillanatától kezdve velünk van, szerető gondoskodásával ápol, táplál, nevel minket. Megköszönni az ő fáradozását, szeretetét nem tudjuk, nem álmodunkban. Ezért nagyon fontos, mikor ebben a felgyorsult világban, ahol pörögnek a másodpercek, percek, órák, sőt évek is, megpróbáljunk minél többet velük tölteni, gondoskodni, együtt lenni szüleinkkel, szeretteinkkel. Sajnos már én sem köszönhetem édesanyámat itt ezen a napon, de az a tudat, hogy próbálja az ember ápolni, gondozni, vele tölteni az időt, a családi ünnepeket, nagyobb eseményeket, az valamelyest megkönnyíti, elfogadni, feldolgozni azt, hogy már nincs köztünk az életünkkel együtt járó elmúlást. Évről évre számos kis gyerkőc, felnőtt, művész, előadó dolgozik azon, hogy nekünk itt ezt a délutánt minél szebbé, feledhetetlennébbé tegye. Megköszönve az ő fáradozásukat,
Nagyon sikeres szereplést kívánok, nekünk pedig boldog és kellemes délutánt. Köszönöm szépen. Megköszönöm elnök úr értékes szavait, és felkérem Darázsi Kálmán polgármester urat, hogy az ünnep kapcsán tartsa meg beszédét. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném köszönteni a édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat. Az anya szó, nyilván ezt nagyon nehéz körülírni, hogyha valaki a tudományos folyóiratokban vagy a leírásokban keresi, akkor azt mondja, hogy az anya az, aki összetartja a családot, az anya az, aki átadja az alapvető tudást, az alapvető társadalmi beilleszkedésekhez szükséges normákat, információkat a gyermek számára. Ugye a család a társadalomnak a legkisebb egysége. Gyakorlatilag gyermekeink a családon keresztül tanulják meg azokat a dolgokat, amire majd a későbbi életükben szükségük lesz ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba és a nagyvilágba. Én úgy gondoltam, hogy a leginkább egy verssel tudnám elmondani azt, hogy én is mit gondolok a édesanyákról. Aki esetleg volt a múlt hét vasárnapi rendezvényen szintén ugyanitt, az már hallhatta tőlem ezt a verset, mert nyilván nem akartam egy olyan költeményt, ami már egy ilyen kicsit elcsépeltnek tűnt, amit már mindenki tud esetleg kívülről, ha más nem az általános iskolai tanulmányaiból. Ezért egy olyan költőt választottam, aki még a mai napig alkot, nem egy ismert költő, de egyébként itt lakik a közelünkben, Monortól 40 kilométerre Dunakeszin, és nagyon szép verseket ír. És akkor bele is kezdenék. Aranyosi Ervin, köszönet anyámnak. Egész évben ünnepeltem, neked tündökölt a kertem. Neked nyílott 100 virágom, tőled kaptam szép világom. Minden, min van tőled kaptam, nyelvben, szóban, gondolatban. Te voltál az én forrásom, tőled ered a tudásom. Mozdulatom tőled ered, minden rajzom ágya kezed. Minden szavam a tiéd volt, hálaadó, szép igét szórt. Egy darab vagyok belőled, álmaid is rólam szőtted. S ha jót adok a világnak, azzal is csak téged áldlak. Föld voltál, s én maga földben. Tápláltál, még nagyra nőttem, s azzá váltam, kivé lettem, mindig örködtél felettem. Óvtál széltől, óvtál bajtól, tűző naptól, zivatartól, fájdalomtól, félelemtől, s meséltél az életemről. Nagy a világ, cseppek vagyunk, s reméljük, hogy nyomot hagyunk, s ha világunk békés anya, neked köszönhetem, anya. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Isten áldja anyukákat, nagymamákat, dédnagymamákat, és én jó szórakozást kívánok önöknek a mai est, vagy a mai délutánhoz. Nem ígérem, hogy végig tudunk maradni, mert én a főnökömet elaltattam, mielőtt elindultam, úgyhogy ha hazaérek, és nem vagyok otthon, akkor nagyon mérges lesz, de valószínűleg nekem egy fél óra múlva el kell mennem, de jó szórakozást kívánok önöknek a mai délutánhoz még egyszer. Köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat a polgármester úrtól, és megkérném Vladár István tiszteletes urat, hogy lelkiekben is erősítsen meg bennünket. Köszönöm szépen, kérem, hogy így maszkban fogadjanak el, így kaptam a fölkérést is, próbáltam kimentésemet kérni, sajnos a fogaim csináltatása miatt egy darabig így kell megjelennem. Két igét hoztam a testvérek közé, az egyiket Sámuel első könyve első fejezetének első és azt követő néhány verséből,
és a másik igét pedig nem beszéltünk össze elnök asszonnyal, a szeretet himnuszból szeretnék felolvasni egy részt Pál apostolnak az első korintusi levél 13. fejezetéből. Volt egy ember, Elkána, akinek két felesége volt, az egyik Anna, a másik Penina volt. Peninának voltak gyermekei, Annának nem születtek gyermekei. Ez az ember évenként fölment a városból Silóba, hogy imádkozzék a seregek urához. Ott élt Éli főpapnak két fia is. Amikor eljött a nap, és Elkána áldozatot mutatott be, egy-egy részt adott a feleségének, Peninának és a gyermekeknek, és egy másik részt adott Annának, mert nagyon szerette őt, pedig az Úr bezárta a méhét. A vetélytárs asszony sokat bosszantotta őt, felingerelte, mivel hogy az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölmentek az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő pedig sírt, nem evett semmit. Aztán így fordult hozzá a férje. Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Hát nem érek én többet neked akár 10 fiúnál is? Egyszer Elkána azt látta, hogy az asszony fölkel, és elmegy, miközben ők ettek és ittak. Éli főpaphoz ment a silói templomba, a főpap ott ült egy széken, az ajtófélfánál. Az asszony a lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, keservesen sírt, aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, és gondod lesz rám, és nem feledkezel meg rólam, hanem fiú gyermeket adsz nekem, akkor őt egész életére az Úrnak adom. Mivel hogy hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli főpap figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszódott. Ezért a főpap azt gondolta, hogy az asszony részeg, és ezt mondta neki: meddig tart még részegeskedésed, józanodj ki a mámorodból. Anna azonban így válaszolt: nem, uram, én egy bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam én bort, szeszes italt, hanem csak a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy az én bánatom és szomorúságom. Éli így válaszolt: menj el békességgel, Isten meghallgatja a kérésedet, amit csak kérsz tőle. Ő ezt mondta: nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony, és utána evett és ivott, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, hazatértek otthonukba, és amikor Elkána az ő feleségével, Annával töltötte az éjszakát, az Úrnak gondja volt rá, és egy idő múlva Anna várandós lett, és fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mivel hogy az Úrtól kérte, és fogadta el őt. És az első korintusi levél 13. fejezetéből így szól néhány vers, a 4. verstől a 8. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Amen. Ebből a két ige részből az rajzolódik ki, hogy az Úristen a maga szeretetét, amit olvastunk itt a szeretet himnuszban, nagyon sok tekintetben, hogy elfogadható, hogy megtapasztalható legyen, az édesanyák szeretetén keresztül mutatja. Itt Annának azt a
mérhetetlen elszántságát, amivel a gyermek után vágyódik, tulajdonképpen csak az Úristen szeretete múlja felül, ahogyan utánunk néz, utánunk nyúl, és bennünket akar megtartani az örök életre. Ez az asszony elfogadja azt is, hogy bántják őt, csúfolják, gúnyolják az addigi meddősége miatt. Elfogadja ezt a bántást, bár igyekszik menekülni miatta, és elmegy az Úr templomába. Elfogadja még azt is, hogy a főpap részegnek nézi, aki esetleg az áldozati lakomán többet ivott az ünnepi borból. De aztán elmondja a maga csodálatos imádságát azzal a rászorultsággal, amivel csak egy ilyen szív tud az Úristen előtt kitárulkozni, és utána elmondja a főpapnak is, aki szánalomra indul az asszony iránt, megáldja őt, kéri ő is az Isten megtartó szeretetét, és lám csoda történik. Az eddigi hiába való próbálkozás után a férj és a feleség egy rövid együtt töltött idő után azt tapasztalja, hogy a szeretett feleség Anna várandós és egészségben megszüli a fiút. Sok ezer éves történet ez, de biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak köztünk, asszonytestvérek, akár átélhették azt, hogy hosszan várakoztatta az Úristen az ő vágyakozó szívüket, vagy éppen vannak férfi testvérek, akik hosszasan várakoztak arra, hogy apává lehessenek végre. Biztos vagyok benne, hogy sok-sok nagyon fájdalommal átélt történet is van az anyaságok mögött, az édesapai lét mögött, hogy őket se felejtsük ki. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nagymama is imádkozott azért, hogy végre nagymama lehessen és unokája szülessen. Vagy éppen a dédik várták azt, hogy dédszülőkké válhassanak. Az Úristen azzal a szeretettel fordul az övéihez, amiben nem csak parancsolja az első embernek, hogy őrizd és műveld ezt a világot, illetve szaporodjatok és sokasodjatok, hanem ehhez a maga szeretetéből megadja azt, ami szükséges. Olyan jó lenne, ha megérezni ez a világ, miközben mindent megpróbál kitalálni, akár a család helyett, akár az anyaság helyett, vállalva az egyedül lét, én nem szeretem ezt a slang szavakat, hogy szingli és egyéb lét helyett vállalná azt a sokszor gyötrelmes, fájdalmas, éjszakázós, vagy éppen a nappalt is átdolgozó, átfáradó létet, amit így nevezünk anyaság, apaság, szülői lét. Áldja meg az Úristen azokat a fiatalokat, akik rá tudnak csodálkozni arra, hogy az édesanyjuk hogyan nevelte őt. Most már én is azok közé tartozom, akiknek itt ebben a földi létben nem lehetett megköszönteni május első vasárnapján az édesanyjukat. Tavaly ilyenkor még nagy betegségben feküdt, és aztán május végén elment közülünk. De sokat eszembe jut, ahogyan ő rácsodálkozott az anyukájára, aki itt a második világháború fronti időszakában a pincék között a marharépát reszelte és azt ette azért, hogy legyen teje, hogy tudja etetni a saját gyermekét. Én hiszem, hogy édesanyánk ilyen lelkülettel várt bennünket. Akár engem, akár a majd 16 évvel fiatalabb öcsémet, hogy megtett mindent. És bízom benne, hogy a lányaim is ezt látják a feleségemen, az édesanyjukon, hogy mindent megtett. Akkor is, hogyha nem volt éjszaka, ha nem volt nappal. Mert az Úristen ebből az örök, el nem múló szeretetből csöpögtet cseppenként azoknak a szívébe, akik vágyakoznak betölteni az ő küldetését. Kívánom, hogy hadd legyenek példák a mai édesanyák, nagymamák, dédimamák, azok előtt, a fiatalok előtt, akik előtt sajnos sok rossz példa is van, hogy ne legyen kérdés az anyai lét, hanem legyen küldetés, és legyen csodálatos örök életre mutató, az örök szeretetet fölragyogtató
Istentől nyert ajándék, így áldja meg az Úristen az édesanyákat, nagymamákat, a dédmamákat, és kérem, hogy ahogyan sok évvel ezelőtt a küldetést kaptam, hogy imádság nélkül ne menjek el innen, kérem, hogy kulcsoljuk össze egy pillanatra a kezünket, kiki gondoljon akár a saját szüleire, akkor is, ha nincsenek már itt, vagy gondoljon arra, hogy hogyan lehet önmaga is szülővé. Kérem, hogy együtt imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te ajándékaidat, amivel megajándékozol egy-egy nőtestvért, asszonytestvért, hogy édesanya lehet. És köszönjük, hogy megajándékozol egy-egy gyermeket, aki, hogyha fölemeli a tekintetét, látja a mosolygós arcot maga fölött, látja azt a fáradhatatlan küzdelmet, amivel érte küzd az édesanya. Urunk, tudjuk, hogy ez gyermekkorban még nem fogjuk fel, nem tudjuk kellőképpen értékelni, talán csak ilyenkor, amikor már nincsenek közöttünk. De arra kérünk, Istenünk, hogy áld meg ezt a küldetést, hadd legyen benne minden fiatal szívében ez a vágy, hogy neked az Isten országának, és akár a mi országunkra, magyar hazánkra gondolva, a mi magyar népünknek szülessenek gyermekek. És add, hogy tovább tudjuk adni ezt a töretlen hitet, hiszen a szeretet himnuszban a te isteni örök szeretetedről olvasunk. Hadd legyen az édesanyai szeretet mindig egyúttal az örök életben megtapasztalható szeretet előíze. Könyörögve kérünk, így áld meg az életünket örökre. Az Úr imádságot imádkozzuk el végül. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úristen áldása legyen a szülőkön, a most ünnepelt édesanyákon, nagymamákon, dédnagymamákon, és az Isten áldása legyen a gyermekeken, akik erre a szeretetre rácsodálkozva élhetik tovább az életüket, az örök életig. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük ezeket a szívhez szóló szép szavakat, tiszteletes úr. Igazán értékes gondolatok hallatszottak el az imént. És mint már az igazgató asszonyunk említette, a napokban május 8-án volt a Vöröskereszt világnapjának 143. évfordulója. Emlékezzünk erre a mai napon is működő, a világ legnagyobb hatású humanitárius mozgalmára, világméretű szervezetére, a Vöröskeresztre. E szervezet részeként a Monor Telepi Alapszervezet 64. éve működik. Az ünnep kapcsán köszöntjük több évtizedes mozgalmi tevékenységükért tagjainkat. Szeretném itt megemlíteni, hogy sajnos nem lehet közöttünk Blavec Andrásné Erzsike, ugyanis 77 éves korában nagy hirtelenséggel elhunyt. 42 évig volt vöröskeresztes tag. Aktívan támogatta a szervezetet, részt vett rendezvényeinken, süteménnyel vagy csupán segítő munkával támogatott minket. Kedves, adakozó asszony volt. Köszönjük ezt az odaadó önkéntes munkát. Most pedig felkérek mindenkit, hogy egy perces felállással tiszteljük meg emlékét.
Köszönöm szépen. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ehhez a rendezvényhez is készült Erzsike, és nagyon szeretett volna részt venni ezen a rendezvényünkön. Most pedig kérem dr. Misut Gábor elnök urat és Körmendi Krisztinát, területi vezetőt, hogy az ajándékot és az elismerő emléklapokat adja át az érintetteknek. Felkérem ünnepeltjeinket, hogy a nevek elhangzását követően fáradjanak ki a színpad elé, és ne menjenek vissza helyükre, amíg az ajándékot át nem nyújtjuk részükre. Itt ebbe a félkörébe szeretném szólítani a kitüntetteket. És most szeretném átadni az ajándékokat. Bekérem Krisztinát és az elnök urat, hogy a nevek alapján és az én elmondott méltatásom alapján legyenek kedvesek átadni. Nagyné Tóth Erzsébet bizalmi feladatot lát el a telepi Vöröskereszt munkájában, és minden rendezvényükön általában részt vesz. Nagyon szépen köszönjük a munkáját. Egy kis technikai probléma van, tudnélék, én sorrendbe igyekeztem rakni, de úgy tűnik, hogy nem sorrendben van a... Következő ünnepeltünk Körmendi Krisztina, aki nem csak területi vezető, hanem önkéntes tagunk is, és akire mindig számíthatunk, akár egy szó erejéig, akár megakadtunk valamiben, hogy tovább tudja vinni a tevékenységet. Nagyon szépen köszönjük Krisztinának a segítőkész munkáját. Következő tagok, akiket felsorolok, ők nem jubiláló tagok jelen pillanatban, hanem aktív közreműködésükért emléklappal emlékezzünk meg róluk. A Velekei Lászlóné. Több évtizedes tagunk Velekei Lászlóné, és aktívan vett részt a gyűjtési akciókba, ami országosan meghirdetett gyűjtési akció volt. Mindig lehet őrá is számítani, más egyéb rendezvényeken is. Németh Julianna, akire ugyancsak ezt mondhatom el, azon kívül, ő egy tündéri varróasszony is. Ő készítette el a zsákokat, amiben széthordtuk az adományokat, bocsánat, köszönöm, az adományokat a rászorultak részére. Köszönjük szépen a munkában. Maróti Miklósné, aki még évtizedes tagja, ugyan nincs a szervezetnek, de azért már egy 5 éve már tagja, és megköszönjük munkáját, ő viszont sokszor szerepel, gyerekekre vigyáz, és süteményeket süt, hogyha szükséges.
énekel, verset mond. Köszönjük szépen! Róza Zoltánné. Ugyancsak ezt mondhatom el Évikéről. Nagyon szépen köszönjük munkádat. Ő is az utolsó évben bizalmiként is elvállalta ezt a feladatot. Ő is süt, rendezvényen segítkezik, főz. Minden jót tudok elmondani róla. Bokros Lajosné. Hát szerintem mindenki ismeri Marikát. Az erején felül is segíti a tevékenységünket. Nagyon szépen köszönöm, Marika. Sorolhatnám nagyon hosszú ideig, miben részt veszel. Klujber Imréné. Jutka is részt szokott venni, és segíti a tevékenységünket. Legutoljára megakadtunk, és főzési segítséget adott számunkra, hogy kivitelezni tudjuk, amit elvállaltunk. Köszönjük szépen! Kollárné Csonka Julianna. Jutka mindenben segít. Ha kell, főz, ha kell, savanyúságot készít, ha kell, var. Szóval nem tudok olyan dolgot mondani, amiben nem támogat bennünket. Köszönöm. Becker Mária. Majdnem minden rendezvényen részt vesz, segíti munkánkat, de kiemelkedő szintén a gyűjtésben való, tehát az országosan meghirdetett gyűjtésben való részvétele. Köszönjük szépen, Marika! László Imréné. Ugyancsak bizalmink, ő több évtizede már tagunk, és köszönjük szépen munkáját. Ő is rendezvényeken részt vesz, sütéssel segíti a társaságot. Ezen kívül szerepel is, tehát ő is ilyen jellegű aktivitást is mutat. Nagy Istvánné, akire mindig lehet számítani, akármiről van szó, több évtizede tagunk, nem tudok olyat kérni tőle, amit ne teljesítene. Köszönjük szépen! Balogh József. Hát Józsiról mindenki tudja. Bor. Bocsánat. Józsi is több évtizede tagunk, 20 éven is felül van a tagsága, és mint ahogy szerintem mindenki ismeri, a közösségért mindent megtesz, rendkívül lelkes, főzéssel segíti, Csífharaszton szokott rendezvényünk lenni, és ő a szakácsunk, és ezen kívül is több rendezvényhez hozzájárul, tehát támogatja is természetbeni juttatással. Most semmi rosszra ne gondoljunk ezáltal, de megmondom akkor konkrétan, tehát például a virslit ő szolgáltatta a Csíparasztónak. Nagyon szépen köszönjük, Józsi! És Marika a párja, aki nyomon követi Józsit, és tulajdonképpen
tulajdonképpen segítő társként tevékenykedik Józsi mellett. Köszönöm szépen! Szabó Kálmánné. Ő nincs itt, azért elmondanám. Ő is rendkívül segíti a szervezet munkáját. Rendezvényeinken itt szokott lenni, süt, főz, savanyúságot készít. Mikor, mire van szükségünk? Köszönöm szépen! Somodi Mária. Marika nem olyan rettenetes régóta tagja a szervezetnek, de nagyon jól beilleszkedett ebbe a szervezetbe. Őtőle dekorációt várhatunk, segítséget várhatunk, tőle is a tőle telhetőt mindent megad, részt vesz a rendezvényeinken. Köszönjük szépen, Marika! Takács Imréné. Zsuzsi. Ugyancsak bizalmink az alapszervezetnél, nem olyan rég óta, de én úgy emlékszem, hogy 2 éve vagy most már bizalmi. Mindent elfogad, amit kérünk tőle, mindenben igyekszik segíteni bennünket. Csak példaként említeném, egy báli rendezvényen úgy volt, hogy nem tud eljönni, hajlandó volt éjszaka megcsinálni a feladatát, hogy mégis el tudja vállalni, mert segíteni szerette volna munkánkat. Köszönjük szépen, Zsuzsi! Murvai Mihályné. Ircike több mint 40 éve tagunk. Nagyon szépen köszönjük munkádat. Ő az íródeákunk tulajdonképpen. Mindenféle adminisztrációba szívesen látom a segítségét. Ezen kívül minden rendezvényen részt vesz. Tényleg azt tudom mondani, hogy minden alkalomkor segít bennünket. Köszönjük szépen! Nagy Sándor. Sándor is igyekszik mindenben segíteni bennünket, a rendezvényeinken részt vesz. De kiemelkedő az a tevékenysége, hogy szállításban segítkezett. Tehát az adományoknak a szállításában vett részt többségében. Nagyon szépen köszönjük prontos, precíz munkádat. Gyenge Julianna. Kedves Julika, nagyon-nagyon szépen köszönöm munkádat. Julikától vettem át én a stafétabotot, mert ő már nem szerette volna tovább, tehát ilyen mértékben nem szeretett volna belefolyni a vöröskeresztes tevékenységbe, de mégis úgy döntött, hogy újra bizalminként tudjuk őt üdvözölni. Mindenben segít, ő a második anyánk. És a második irodeákunk is, mert ő is adminisztrációba is, bármibe, amiben tud, mindenben segít. Igyekszik majdnem minden rendezvényenkön részt venni. Ha én megszorulok, vagy éppen azt a gondolatot nem tudom véghez folytatni, abban is segítségünkre van. Köszönjük szépen! Több mint 20 éve ő is tag a
Julika. Igen, nem utolsó sorban a szomszédom is a Julika, úgyhogy nagyon könnyen tud támogatni. Horváth Györgyné. Kedves Julika, néked is nagyon szépen köszönöm. Ő is mindig mozgatható személy mindenben. Sütési versenyt rendeztünk, első helyezett lett, a bál kapcsán volt egy ilyen sütemény verseny is, ebbe is megemlíteném, szenzációs aktív munkát végez. Köszönöm szépen a munkádat! Több mint 20 éve tagunk egyébként, Julika. Bátori Mária. Marika nem olyan régen vöröskeresztes tag, de amióta vöröskereszt tagjává vált, azóta szinte mindig felkérhető, szerepel, nagyon szeret énekelni, zenélni, és mindig segítségünkre lesz. Mindig segítségünkre volt ő is. Köszönjük szépen! Bali Gusztávné. Ica is több éve vöröskeresztes tagunk. Ő a véradók szervezését segíti most már évtizedek óta. Rendezvényünkön is többségében részt vesz. Nagyon szépen köszönjük munkáját. Szűcs Sándorné. Marika ugyancsak pár éve tagunk csak, de nagyon jól beilleszkedett a vöröskeresztes munkába. Ő gyűjtéseinken is segítkezett, főzésben segítkezett, sütésben segítkezett, de még szervezési munkát is elég sokat végzett. Nagyon szépen köszönöm, Marika! A következő ünnepelt az Jarábik János. Átvettem a Katitól a szerepet, mert hát mégse a felesége dicsérje. Engem, aki ismer, tudjátok, hogy beszélni nem tudok. Leírtam ezt a pár sort. A szemüvegem, nem tudom. És most nem utolsó sorban szeretnénk átadni az oklevelet egy olyan tagtársunknak, aki saját szabad idejét sem sajnálva segít azon, bocsánat. Ezt a keveset sem tudom. Hát igen, köszönöm. Azon tagjainkon, akik rászorulnak munkájára, mint igazi szociális munkás, tevékenykedik, fest, szerel, ügyintéz, fát vág, vásárol, stb. Sorolhatnám. Köszönjük eddigi munkáját, megkérem Jarábik János az oklevél átvételére, már ugyan megkapta. Kedves vendégeink! Rendezvényünk hivatalos része ezzel a kis megemlékezéssel befejeződött. Megköszönjük a Monori Polgármesteri Hivatalnak és a Vigadó Kultúrás és Civil Központnak a rendezvényhez nyújtott támogatását. A Gemini TV segítségét abban, hogy általuk az itt nem jelenlévők is részesei lehetnek műsorunknak. És nem utolsó sorban, köszönjük minden önkéntes támogatónak, vöröskeresztes tagnak a közreműködését. Az ők szorgos munkája nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
A második blokkban ellátogatunk a Vigadóba, ahol ebben az évben ismét átadták a pedagógus napi kitüntetéseket. A jutalmazottakat Darázsi Kálmán, Monor polgármestere köszöntötte. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a Városi Pedagógus Napi ünnepségen. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok Monor Város Önkormányzatának meghívását. Egyúttal kérem Darázsi Kálmán polgármester urat, köszöntsön benneteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném köszönteni a Monori Tankerület Központ vezetőjét, ha jól mondtam, dr. Hutkráné Molnár Mónikát, és külön szeretném köszönteni, mert őt szerintem nem is ismerik itt a többiek, vagy a nagy többség, Buncsák Gábort, aki pedig a... Gábor, állj már fel, kérlek, hogy Gábor pedig a... Ceglédi Centrumnak a főigazgatója. Rendezvényeinkre szokott járni, tehát március 15-t, de pedagógus napon szerintem még nem voltál, ugye? Jó, de köszönjük szépen, hogy eljöttél és megtiszteltél minket. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és szeretnék, mielőtt ugye gondolataimat elmondanám, egy örömhírt közölni, ami szerintem leginkább a óvodáink számára örömhír, az, hogy zöld lámpát kapott a speciális óvodánk, és gyakorlatilag szeptembertől betudjuk a Táncsics utcába, a Táncsics utcai kisiskolának az épületébe indítani, ugye a gyömrői egymi égisze alatt, illetve a tankerületi központ alatt a speciális óvodát, ahol gyakorlatilag felmenő rendszerrel most két csoportot fogunk indítani, és ugye ebbe az óvodába ugye a autisztikus tüneteket mutató gyerekeket, illetve közép- és enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket fogják majd ellátni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés a település, és nyilván a négy járásnak az életében. Én azért abba bízok, hogy a óvodai munkát ez nagy mértékben meg fogja könnyíteni, és javítani fogja a szakmai munkának is a minőségét, mert azért nyilván tisztában voltunk azzal, hogy a elmúlt időszakban is mekkora problémát jelentett ez nyilván az ott dolgozók számára, hogy ezek a gyerekek vagy nem tudtak olyan ellátást kapni, amilyenre igényük lett volna, vagy esetleg teljesen kimaradtak az ellátásból, mert sajnos volt ilyenre is példa, hogy ugye nem lehetett ellátni autista gyermekeket a településen. Lehet, hogy már többször elmondtam itt a megnyitókon, hogy ugye én is a pedagógus pályáról jöttem el 2014-ben, ugye az önkormányzat világába. Nyilván valamennyire azért még benne vagyok, mert szoktam vizsgáztatni, és azért még belátok azokba a dolgokba, amik a oktatásba történnek, bár én inkább a szakképzés területe áll közelebb, de ott is felmerülnek azok a problémák, amit majd én az általam leírt gondolatokba szeretnék egy kicsit így elemezgetni, ami szerintem most a legnagyobb gondunk lesz, nyilván a képzés tekintetében, hogy mit fogunk csinálni a generációknak a változásával, mert el kell azt fogadnunk, hogy igen, változnak a generációk, ezek a gyermekek már egy teljesen más környezetben nőttek föl, ezek a gyermekek már egy teljesen másfajta oktatást igényelnek. Itt az Andival dolgozunk azon, hogy elhozzuk Monorra Stegelwald Krisztiánt, aki ugye szerintem a leghíresebb generáció kutató nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is. És hogyha minden igaz, 2025-re kaptunk időpontot, és akkor majd el tudjuk Krisztiánt hozni ide Monorra, és akkor esetleg itt a helyi embereknek is el tudja mondani azokat a gondolatait, illetve azokat a megállapításait, kutatásait, amik a generációk változásával kapcsolatban vannak. Sokszor nehéz, de el kell fogadnunk, hogy a világ folyamatosan változik. A most felnövekvő generációnak más a szocializációs környezete, mások az elvárásai, a szükségletei, más a jövőképe. Más szemlélettel kell felkészíteni őket, mint korábban. Ők már három másodperc alatt döntenek arról,
hogy az oldalon maradnak, és figyelnek, vagy tovább görgetnek. A média pedig azt sugallja, hogy a pedagógusnak tökéletesnek kell lennie. Minden percben készen kell állni arra, hogy megvédjen, megmentsen, neveljen, tanítson. Naponta, óránként 30 szempárral szembenézni, hitelesnek maradni, érdeklődést fenntartani, tudást átadni, és persze fegyelmezni. A diákok pedig ezerfélék. Egyszerre nyitottak, máskor zárkózottak, egyszerre jók, máskor talán nem annyira, és persze sokan hatalmas terhelyet hoznak otthonról. De a pedagógus nem csak a nemzet napszámosa, nem csak világító lámpás a tudás labirintusába, hanem ember is, akinek van jó napja és kevésbé jó, akinek van családja, gyerekei, magánélete, öröme, bánata, otthon anya, apa, nagymama, nagypapa, máshol barát, szomszéd, ahogy mindenki más is ezen a világon. A most óvodába, iskolába járó alfa gyermekek egy állandó információ áradatban nőnek fel. Ezért egészen másfajta tanári kommunikációt igényelnek, mint a korábbi generációk. Így most már a pedagógus egyfajta influencer, illetve digitális kalauz szerepét tölti be. Napjainkban a közoktatással kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy túl sok a lexikális ismeret, túl sok lexikális ismeretet próbál átadni, és kevés figyelmet fordít az egyes kompetenciákra. De azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy tárgyi tudás nélkül nem beszélhetünk kreativitásról, összefüggések kereséséről és persze gondolkodásról. A gyermekek koncentrációs periódusa egyre rövidebb. Kevesebb ideig tudnak figyelni, így folyamatos cirkuszi mutatványt kell a korábbi aktivitáshoz elérni. Megváltoztak a tanulási-olvasási szokások. Sok régi dolog már nem trendi. Miért is lenne az? Hiszen ebben a rohanó világban ezekhez olyan képességek kell használni, amikre már nincs idő és energia. Ennek ellenére, hogy megmaradjunk ebben a világban, az embernek a tanulás, a tudás, a kultúra és az alapvető szociális normák ismerete jelenti a fennmaradást. Gyermekeink jövőjének záloga az önök kezében van. Önök azok, akik az alapvető képességek elsajátítása után tovább vezetik őket a tudássögös útján, és felfedezik a bennük rejlő tehetséget. Önök azok, akik nem csak tanítják, hanem nevelik is gyermekeinket, és hagyományaink átadása mellett a személyiségüket, identitásukat is formálják. Én nagyon szépen köszönöm az önök munkáját Monorváros önkormányzatának nevében, és nagyon sok energiát és kitartást kívánok a későbbiekhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden évben a Városi Pedagógus Napi ünnepségen kerülnek átadásra a Monorváros nevelés oktatásáért, közművelődéséért díjak. Ez ma sem lesz másképp, ehhez kérem dr. Rutkáné Molnár Mónikát, a Monori Tankerületi Központ igazgatóját is, hogy fáradjon a színpadra, illetve Busi Dániel kollégámat, aki a méltatásokat fogja felolvasni. Első körben a díszoklevélben részesülő nyugdíjas pedagógusok munkáját szeretném megköszönni. Az első kitüntetett Bartók Istvánné kérem, hogy fáradjon a színpadra. Istvánné nyugdíjas pedagógus 1964-ben szerezte tanítónői oklevelét a Budapesti Felsőfokú Tanítóképző Intézetben.
pedagógus pályáját Pándon kezdte, 1966-ban Gombára került, majd 1967-ben a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolába. Az 1969-ben létrehozott kisegítő tagozaton elvállalt egy osztály. 1970-ben jelentkezett a gyógypedagógiai főiskolára, majd 1972-ben diplomázott értelmi fogyatékosok nevelője és logopédia szakon. 1980-ban a tagozat átkerült a Nemzetőr Általános Iskolához, ahol tagozatvezetői megbízást kapott. 2000-ben megkapta Monorváros nevelési, oktatási és közművelődési díját. A hosszú évtizedeken át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából az ELTE tanító és óvóképzőkar által kiállított gyémánt oklevelet Darázsi Kálmán Monorváros polgármester adta. Köszönjük munkáját, a díszoklevélhez ezúton is gratulálunk. Monorváros önkormányzatának képviselőtestülete ebben az évben 23. alkalommal ítélte oda a Monorváros nevelési, oktatási és közművelődési díja kitüntetést a városunkban kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző, illetve a közművelődés leginkább elősegítő személyeknek. A kitüntetés emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. Figyelemmel az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára 2024-ben 3 személy kapja meg a díjat. A díjakat Darázsi Kálmán Monorváros polgármestere adja át. Az első kitüntetett Mészáros Anikó Csilla, a Szerényi József Technikum és Szakképzőiskola pedagógusa. Kérem, fáradjon a színpadra! Mészáros Anikó Csilla, a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem bölcsészettudományi karán diplomázott 1995-ben magyar művészettudomány szakos középiskolai tanárként. A Pécsi Egyetem utolsó évében párhuzamosan elkezdte tanulmányait az ELTE bölcsészettudományi karának esztétika szakán is. 1998-ban esztétika szakos előadói diplomát szerzett. 1995. augusztusában helyezkedett el a Szerényi József szakközépiskolai szakmunkás képzőintézetben. Magyar nyelv és irodalmat, majd később filozófia tantárgyat is oktatott. Hamarosan munkaközösség vezetőnek nevezték ki, majd 1997-től a levelező tagozat irányításával is megbízták. A folyamatos megújulás, fejlődés központi szerepet játszik az életében, a diákokkal való jó kapcsolata már pályakezdő korában is megfigyelhető volt. Idén 31 éve tanít az iskolában. 2013. szeptemberétől a Budakalász Gimnázium Monori Tagintézményében is elkezdett tanítani esti tagozaton. Az elmúlt években minden tanévben rendezett ünnepi műsort. Fontosnak tartja a gyermekek jutalmazását, motiválását, versenyekre való felkészítését. A környék általános iskoláiba gyakran hívják irodalmi versenyekre zsűrizni. Hitvallása szerint a jó tanár nem csak szóval tanít, hanem személyes példája lehet a legjobb iránymutató a diákok életében. Köszönjük munkáját, a díjhoz ezúton is gratulálunk. Második kitüntetett Ohár Alia, a Monori József Attila Gimnázium pedagógusa. Kérem, fáradjon fel a színpadra! Az Almatai Idegen Nyelvű Pedagógiai Intézetben szerezte angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáját. A diploma megszerzését követően tolmácsi feladatokat látott el a diplomáciában, a Monori Gimnáziumnak 1996-ban lett a munkatársa. Tanári pályáját a morális emelkedettség, a gyermekek iránti tisztelet,
szeretet és az iskolai élet minden területén különös igényesség jellemzi. Szakmai tudását eredményesen adja át a diákjainak, a tehetséggondozást élethivatásnak tekinti. Fegyelmezett, kitartó munkájával kiemelkedő érettségi vizsgaeredményhez, közép- és felsőfokú nyelvvizsgához segítő tanítmányait, szakmai felkészültségét jól mutatja, hogy nyelviskolában vizsgáztató tanárként is dolgozik. Aktívan részt vesz az iskolán belüli rendezvényeken, melynek során a kollégák és a diákok körében sikert arat a kreativitásával. Az iskola nemzetközi pályázatain, a diplomáciai életben és a nyelvtanításban szerzett sokrétű tapasztalatával segíti a résztvevők munkáját. Személyisége, önzetlensége, elkötelezettsége mindenkinek mintául szolgál. Köszönjük munkáját, a díjhoz ezúton is gratulálunk. Harmadik kitüntetett Técsinő Vasi Ildikó, a Monori Napsugár óvoda pedagógusa. Kérem, fáradjon a színpadra. Técsinő Vasi Ildikó 1984-ben végezte el a budapesti Bem József óvónői szakközépiskolát. Az érettségit követő hónapban felvételt nyert Monorra, az akkori, még 5-ös számú napközi otthonos, mai nevén Monori Napsugár óvodába. Jelenleg is itt dolgozik immár 40 éve, noha az intézmény közben több névváltozáson ment keresztül. Óvónői munkája mellett 1987-ben jelentkezett a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvónői szakára. Az évek során számos továbbképzésen és tanfolyamon is részt vett, hogy gazdagítsa ismereteit, mindig a legújabb módszereket alkalmazhassa munkája során. Másoddiplomáját az Apor Vilmos Katolikus Főiskola vezető óvodapedagógus szakán szerezte, a szakképzettség újabb kapukat nyitott ki számára. 2013. szeptember 1-től intézményvezető helyettesi megbízást, 2018. augusztus 1-től pedig intézményvezetői megbízást kapott. Az elmúlt 40 év során, amit a pályán eltöltött, nyitott volt mindig az új dolgokra, lépést tartott az óvodai nevelésben történő változásokkal, törekedett arra, hogy pedagógiai tevékenysége egyre eredményesebbé váljon, és ne csak a gyerekeknek adjon útravalót, hanem vállalta a főiskolai hallgatók mentorálását is. A 2023-as év nagy kihívás elé állította. A két telepi óvoda összeolvadása eredményeként az intézmény 4 csoportosból 8 csoportossá nőtte ki magát. Ildikó számára a pedagógus szakma nem csak egy munka, hanem hivatás. Az eltöltött szolgálati idő alatt megbízható, pontos, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító kollégát ismerhettünk meg személyében. Pedagógiai munkássága követendő példa lehet a következő nemzedék számára. Köszönjük munkáját, a díjhoz ezúton is gratulálunk. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk. A mai napra nagyon nagy izgalommal készültek a Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és diákjai. Kérem, fogadják őket nagyon sok szeretettel. A koncert után pedig itt a mellettünk levő oktatóteremben mindenkit nagyon sok szeretettel várunk egy kis állófogadásra. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!
gátai már elmerült a korlátlan netezésben. Most netezek! Most épp netezem. Most netezek. Most netezem. Merülj el te is a Vodafone új Easy csomagjával a szórakozásban. Korlátlan belföldi adattal 6990 forintért határozott időre. Vodafone. Adásunkat a májusi testületülés néhány napi rendi pontjával zárjuk. Az első kézből rovat következik. Hetes napi rendi pont Monor településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelem, Monor 10370-es helyrajzi számú ingatlan út kialakítása, Kis Tünde és Sárközi Erzsébet kérelme. Itt gyakorlatilag van a Strázsahegyen egy ingatlan, amit eddig megközelítettek egy úton keresztül, ami a valóságban nem létezik az az út, tehát nincs ott, vagy a valóságban létezik, térképen nem létezik az út. Most itt a kérelmező azt szeretné tőlünk, hogy mi sajátítsunk ki egy utat. Ha kisajátítunk egy utat, azt utána nyilván ezt a szabályozási tervnek megfelelően kell csinálni, nekünk kell üzemeltetni, nekünk kell fenntartani, nekünk kell a költségeit viselni, illetve a kisajátítással más-más egyéb szabály is jár. És így gyakorlatilag ezen az úton keresztül egyedül ő közelíti meg az ingatlanját. Hogyha ő mondjuk tegyük föl, mondok neki egy jó példát, ha mondjuk megegyezik a tulajdonos és szolgalmi jogot jegyeztet be a telekre, akkor meg tudja közelíteni, de nyilván külföldön tartózkodik a tulajdonos, úgyhogy elég nehéz ezt megoldani, de megadnám a szót főépítész úrnak, mert még többet tud erről az ügyről, mert ő már nagyon évek óta foglalkozik ezzel a problémával. De az idén elég sokat. Lényeg az, hogy a megközelítéshez szolgalmi jog hallgatólagosan rendelkezésre áll, mert ma is van egy kiárt út, és a kerítés is úgy van kialakítva. Viszont az átjárási szolgálom, ami egy mezőgazdasági terület műveléséhez elegendő, és nem új telekalakítás van, tehát jogszabály nem írja elő, ahhoz elegendő. Viszont ezen a telken nem csak gazdálkodni, hanem építeni akarnak. Akkor viszont nem elég a szolgálmi. Pedig csak akkor lehetséges, hogyha út kapcsolata van, ami lehet magánút. A magánút kialakításának nincs akadálya, mert a helyi építési szabályzat lehetővé teszi, viszont gondot okoz a számukra az, hogy a partner, akinek a telkéből ezt az utat rendezni kéne, az nehezen utolérhető, tehát az önkormányzat ezzel egy elég hosszadalmasan elhúzódó jogi kellemetlenségeket vesz a nyakába. Egy Amerikában élő, fel nem lelhető ember helyett ügygondnokot elérni, hogy valaki nyilatkozzon a nevében. De az önkormányzat úgy dönt, mert hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy itt létrejöjjön egy birtokközpont, akkor szabályozási tervet kell csinálni. Ha nem, akkor a tulajdonosnak 200. van joga és módja arra, hogy ezt a utat és ezt az építési feltételt megteremtse. Én azt gondolom, hogy rendezzék először ők maguk ezt a problémát. Valóban, ez tényleg egy nagyon nagy probléma, sokan itt a főépítész úrnál szembesülnek azzal, hogy úgy nem tudnak építeni a telkükre, hogyha nincs közvetlen útkapcsolat, és ha hiába van szolgalmi jog bejegyezve a telekre, akkor is az nem biztosítja, tehát nem ad építési jogot, mert az egy, nem azt mondom, hogy egy ideglenes állapot, de az egy megtűrt állapot, úgymond. Nyilván a másik telek tulajdonosa tűrni kénytelen. Úgyhogy ezért hoztuk meg így a döntésünket. És gyakor, igen, tehát a bizottság ezért ezt a javaslatot tette a képviselőtestület felé, hogy ne járuljunk hozzá, és nyilván mondjuk azt a kérelem benyújtójának, hogy valamilyen más módszer találjon arra, hogy ott megszerezze az építési jogot az ingatlanján. Kérdés, észrevétel nem látok, akkor én ezt a határozati javaslatot tenném föl szavazásra, aki el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomással jelezze.
Köszönöm, 11 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 23-as napi rendi pont, LED-fal üzemeltetés lehetséges helyi módjai. Ez az a napi rendi pont volt szerintem, amiről a legtöbbet vitatkoztunk a bizottsági ülésen. Ez volt a leghosszabb ilyen. Közösen gondolkoztunk, nem vitatkoztunk, de nyilván ott a bizottsági ülésen sok ötlet felmerült. Én azért, Andi, most megkérnélek, hogy azért pár szóba beszélj arról, hogy most jelenleg hogy állunk ezzel a dologgal, mert nyilván arra a döntésre jutottunk, hogy a legjobb hely és a legvédettebb hely az a valójában a piactér lenne. Itt arról lenne szó, hogy az merült föl itt a vigadó munkatársainál, illetve a képviselőknél, hogy mi lenne akkor, hogyha most a foci EB alatt, az olimpia alatt részben egy ilyen vetítést tartanánk, és ezzel kapcsolatban próbáltunk dűlőre jutni, hogy ebből mit tudunk kihozni, és milyen lehetőségeink vannak ebbe, és akkor Andi, megadnám neked a szót. Köszönöm szépen, igen, ahogy polgármester úr mondta, ugye az volt a tervünk, hogy a labdarúgó EB és az olimpiának a főleg a magyar vonatkozású versenyeit egy közös szurkolói zóna kialakításával, a városban élőket egy ilyen közösségépítő jelleggel, ilyen közös szurkolásra buzdítsunk. Ugye többféle javaslatunk is volt, meg is néztünk több helyszínt, és akkor végül arra jutottunk, és Erikával közösen meg is néztük, hogy a piac és fesztiválcsarnok az egy kiváló hely lehet arra, hogy ezt a szurkolói zónát létrehozzuk. Megnéztük a helyet is, hogy a LED falat hogyan lehet elhelyezni. A főbejárattal szemben arra a tartószerkezetre ugye nem lehet feltenni, ami a piactérnek a tetejét tartja, hogy arról nincsen pontos információnk, hogy az függesztési pontonként pontosan milyen súlyt bír el. Nem maga a LED fal nagyon nehéz, hanem hogyha esetleg egy nagyobb szél van, ugye akkor is meg kell, hogy tudja tartsa a szerkezet magát a LED falat, ezért a megvásárolt LED fal tartó szerkezettel együtt kerülne kihelyezésre a kivetítés idejére ez a LED fal. Ez most egyelőre egy hét, amiről beszélünk, egy kísérleti jelleggel a csoportmérkőzések során a három magyar mérkőzésnek a vetítésére várnánk szurkolókat, ugye ez júniusban történik, a június 15-e, 19-e, 23-a, és ilyen sorrendben ugye 15, 18 és 21 órakor vannak a magyar mérkőzések, tehát ezeket megpróbálnánk, hogy egyáltalán milyen igény van erre a városba, ezt a három mérkőzést vetítenénk a piac és fesztiválcsarnokban, és utána a képviselőtestület dönthet arról, illetve majd meglátjuk a magyar csapatnak a szereplését is, hogy van-e arra igény, hogy esetleg tovább is fenntartsuk ezt a szurkolói zónát, vagy csak a magyar meccsek idejére a csoportmérkőzésekre vetítsük, vagy esetleg utána későbbiekben, majd a sörfesztivál alkalmából nyilván kint szeretnénk vetíteni, az pont az elődöntő idejére esik, és utána a döntőt vetítsük-e, ugye ez is majd döntés kérdése. És ha láttuk az EB-nek a tapasztalatait, akkor pedig majd lehet dönteni a olimpiáról, ami majd viszont csak július közepén kezdődik. És akkor leírtátok itt az előterjesztésbe azt, hogy milyen olyan szolgáltatók vannak ott a piactéren, akik esetleg ebbe be tudnának, akik tudnának ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. Akkor nem tudom, hogy valakivel már egyeztettetek, vagy csak összegyűjtöttétek akkor ezeket a szolgáltatókat. Igazából összegyűjtöttük Erika segítségével a szolgáltatókat, nyilván az üzemeltető segítségével, és tegnap piacnap folyamán egyeztettek Erikáék, akik ugye azt a ajánlatot tették, hogy amennyibe ők kitelepülhetnek ugye a saját üzletükön kívülre, hogy a piac szabályai szerint ugye két olyan üzlet van, akinek befelé bizonyos négyzetméteren ki lehet települni, a többieknek nem. Itt az egyik üzlet tulajdonosa azt ajánlotta fel, hogyha ő kitelepülhet, akkor egyből 20 sorasztalt és 40 sörpadot biztosít a rendezvényhez. Ezt gondolom, hogy így igazából egy árusra nem mondhatjuk ki, hogy ő kizárólagos jogot kap erre. Igen. Ezért javasoljuk, hogy ajánljuk fel azoknak, akik olyan ételeket, italokat árulnak, amelyek érdekesek lehetnek egy foci meccs alatt, hogy egy bizonyos rendezvény részvételi díjért, vagy területfoglalási díjért, tulajdonképpen mindegy, hogy minek nevezzük, hogy ennek a megfizetése kapcsán kitelepülhet az ő üzletéből a szurkolói zóna közelébe árusítani. Ugye ez egy kérdés, ugye, hogy azok, akik nyitva vannak,
mit teszünk azokkal, akik nem hajlandóak együttműködni, és azt mondják, hogy ők nem fizetnek semmit, és ők nyitva vannak, igazából nem tudunk velük semmit tenni. Igen. Azt mondjuk, hogy nyisson ki, és örül annak a plusz haszonnak, amit ezzel oda viszünk nekik. Jó, hát nyilván nem tudunk velük mit kezdeni, de én azt gondolom, hogy a három alkalom után már látni fogjuk. Sőt, most a Borvidékek hétvégén is kint lesz a Lettfal, és akkor Bajnokok ligája döntő lesz, igen, pont, és akkor esetleg akinek van kedve, azt is meg tudja ott nézni. Abból azért, mondjuk az nem releváns, mert nyilván ott nagyon sok ember van fönt, de akár már láthatunk. És akkor utána meg tudunk a folytatásról dönteni, hogy mi. Akkor egyelőre erre a három alkalomra lenne nekik egy meghatározott összeg, és akkor ezzel meglátjuk, hogy ki az, aki ebbe hajlandó investálni, és hajlandó ebbe a dologba beszállni. Jó. Kérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e ehhez... Jó, azt majd megbeszéljük. Jó. Jó, akkor, hogyha nincs más hozzászólás, észrevétel, akkor én ezt tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomására jelezze. Köszönöm, 12 igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 28-as napi rendi pont, zárszámadást követő fejlesztési döntések. Ugye a táblázatot azt láthatták képviselőtársaim, ami kiküldésre került azokkal a pontokkal, amire a képviselőtestület szeretne majd forrást fordítani, és ebből a bizottság három részt kiemelt. Ez név szerint a Dobó utca 6 szám alatti ingatlannak a kifizetése, az uszodával kapcsolatos munkátok, valamint az útfelújítás végzése. Ugye annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a Dobó utca 6-nál azért fontos ez, mivel a Dobó utcánál megvan a döntés, megvolt az értékbecs, és elfogadta a képviselőtestület. Ha jól tudom, akkor... Tessék? A miénk fogadta el, tehát még Gyömrő és Pilis nem jelzett vissza számunkra, de amennyiben visszajeleznek, ott meg lesz az összeg, és gyakorlatilag ki tudjuk őket fizetni, és a mi tulajdonunkba kerül az ingatlan. A következő dolog, ugye a uszodával kapcsolatos munkátok, az azért volt fontos, mert mindenféleképpen szerettük volna azt, hogyha nyilván megtörténnek az ajánlatkérések, versenyeztetések, és akkor az augusztusi bezárás alatt el lehetne végeztetni ezeket a munkátokat. Ha már egy hónapot csúszunk, és átmegyünk a jövő hónapra, amikor, ha jól emlékszem, 20-án lesz a testületi ülés, akkor ott már kicsúsznánk ebből az időből, úgyhogy azért kellett ezt a döntést meghozni. Az útfelújításokkal kapcsolatban pedig azért kell ezt a döntést meghozni, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van, és ha túllépte már a város az 50 millió nettót, akkor már mindenféleképpen egyszerűsített terveket, vagy rendes terveket kell készíteni. Nyilván ebben az esetben ugye ez három utat érint, az egyik ugye a forrásdűlőnek a stabilizálása, a kis honvédköznek a stabilizálása, illetve a, mindjárt mondom, Váci, tessék? Ja, bocsánat, a Székelybertalan utcának a megépítése lenne, tehát ez a három útépítési projekt szerepel benne, és gyakorlatilag most már csak úgy tudjuk megoldani, hogy közbeszerzési dokumentációt kell készítetnünk, és közbeszerzéssel tudjuk versenyeztetni. Igen, és ami a táblázatban szerepel, azokkal mindegyikkel foglalkozni fog a képviselőtestület, csak majd a 20-ai testületi ülésen tudunk róla döntést hozni, mert addig még nem látjuk az adóbevételünket. Most jelenleg látjuk nagyjából a forrásainkat, de a jövő az adóbevételt nem látjuk. Megadnám a szót először Balogh Péter képviselő úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kossuth Lajos iskola, az lenne a kérdésem, hogy a tankerületnek mekkora az a forrása, ami a felújításra 500. van. Igen. Nem tudjuk, de láttam, mennyi rakták be a pályázatot. Tehát, hogy mire elég. Tehát ez
elmondom, hogy most hogy zajlott az egész. Tehát a tankerület beadta a Top Plus-ra a pályázatot, ebbe a Kossuth iskola van megcélozva, 520 millió forint körül van, ezért is kértem meg, hogy mi is lássuk azt, hogy valójában mennyivel kell beszállni. Viszont tervek még nem készültek, tehát hogyha meg lesz a forrás, akkor kezdik el majd a terveket csináltatni, mert nyilván a forrás tekintetében, hogy majd a szerv az mennyit fog nekik megítélni. És ennek tekintetében tudjuk azt majd, hogy mi, mint önkormányzat, mennyivel kell esetleg hozzájárulnunk ahhoz, hogy az iskola megújulhasson. Tehát ez a forrás rendelkezésre... Nem, erre most lesz róla a döntés. Tehát most nekem a tankerület vezető azt, hogy nem tudta megmondani azt, hogy két héten belül vagy egy hónapon belül lesz döntés, de én azt gondolom, hogy ebben a fél évben szerintem meg kell, hogy hozzák róla a döntést, de hogyha nem, akkor csúszik egy-két hónapot. De nyilván most a Kossuth iskola ugye prior helyzetben van, mert gyakorlatilag a legrosszabb állapotban lévő iskolánk, és akkor bízunk benne, hogyha meg lesz a megnyert pályázat, akkor utána aztán meg tud újulni az iskola. És még ide tartozik, hogy nagyon örülök annak, hogy legalább a homlokzati deszka megoldódott, hogy nem balesetveszélyes. Tehát ez már egy kezdő lépésnek nagyon jó. Adi iskola ebédlője. Ahogy, igen, ha én látom, hogy hát itt tervezhetünk el, a konténer nagyon sok pénzbe kerül, és ha jól értem, akkor csak ebbe az évbe a tanév kezdése lenne belőle valami, vagy még az se. Hogy itt az lenne a kérdésem, hogy ha már így is csúszik az idő, inkább várni kellene, és azt a pénzt, amit a konténerekre, meg a tervezésre, meg mindenre költen, azt inkább beletolni abba az előző tervbe, amire ugye már megvannak a tervek. Tehát, hogy így van, hogy mennyi pénz lesz, hogy ezen azért gondolkozunk el, hogy hát ha jobban jár az önkormányzat. Mi gondolkodunk ezen, és most jelenleg megy egy levelezés a minisztériummal, mi a neve ennek az új minisztériumnak? Területi közigazgatási minisztériummal levelezünk, majd erről, hogyha már végre dűlőre jutunk, akkor majd tájékoztatom róla a képviselőtestületet, de gyakorlatilag hát nem úgy néz ki, hogy ez a két projekt egyszerre fog elkezdődni, én úgy látom, tehát hogy itt biztos, hogy az ebédlő ügyében még azért egy-két kört futnunk kell nekünk, hogy ez úgy lehessen kivitezni, és lehet, hogy nem fogja anyagilag akadályozni, de valóban, tehát nyilván majd a adóbevételek tükrében tudunk arról nyilatkozni, hogy itt, ami a listában, az árszámadási listában fel van tüntetve, melyiket tudjuk előtérbe helyezni, de nyilván a Kossuth iskola nagyon fontos, de valószínűleg nem egy időben lesz ez a két projekt. Ebédlőre, tehát itt ugye az, hogyha konténer vagy valami, ez meg lenne tervezve, annak még a bontása is egy óriási költség, mert az előbb-utóbb le kell bontani az ideglenes. Tehát jó, köszönöm, és akkor még valamit látom, hogy buszbeszerzés a Vigadónak. Ez is egy nagyon jó ötlet, mert hát tudják vinni a dolgokat, de van itt egy olyan tétel, hogy hát az aggregátor, ez az az aggregátor, amit egyébként a rendezvényekre bérelni szoktak, és akkor az aggregátor vásárlásával nem. Ki tudnák váltani a bérleményt, amit bérelnek? Ez az. A Top Plus pályázaton belül pályázunk aggregátorra a Vigadó számára. Maximum azt láthattad, Péter, hogy ez a busz arra is szolgálna, hogy ezt az aggregátort tudjuk majd mozgatni. Tehát az aggregátor abban nincs benne, abban itt kifejezetten egy buszról van szó. Gyakorlatilag itt a futóversenynél derült ki az, hogy itt egy állandó járműre van szükség, mert gyakorlatilag mindig hozni-vinni kell ezeket a dolgokat, és azért írták oda szerintem az aggregátort, vagy azt olvashattad, hogy majd, ha meg lesz az aggregátor, amit nyilván a Top Plus-os pályázatból megnyerhetünk, akkor lehet majd ennek a gépjárműnek a segítségével ezt vontatni. Is volt egy olyan, hogy inkább érdemes lenne egy saját aggregátort, mint hogy minden egyes rendezvénynél vagyonokat kifizetni, bár ott volt egy olyan, hogy hát ahhoz kell szakértelem is, tehát azt is megoldható.
szerintem a kövállon belül. Nem, itt jó. Is, hogyha aggregátorral már olyan sokat dolgoztak a kollégák, hogy én tudom, mikor a augusztus 20-a is volt itt már gyakorlatilag, vannak olyan vigadós kollégák, akik már ezeknek a kezelésében elég jártasak lettek, mert nyilván itt azért mindig vannak problémák az áramellátásra. És az a baj, hogy gyakorlatilag akárhol csinálunk rendezvényt, akár mondjuk most a Bakusz téren is probléma volt az áramellátása, probléma volt a ugye fönt a Orbán térnél és az ellátása. Most már gyakorlatilag ezeknek a készülékeknek, a elektromos készületeknek, akár sütőről, akár hűtőről beszélünk, akár milyen gépről, gyakorlatilag nem lehet olyan mennyiségű áramot oda fölvinni, ami egy ilyen rendezvénynél el tudja látni ezt a feladatot, és állandó probléma. Tehát azért lehet látni minden egyes rendezvényünkön ilyen aggregátor, gyakorlatilag nem tudunk nélkülük rendezvényt csinálni. Tudom. És még egy dolog lenne, hogy ha majd ezt föl lehetne venni később, Mátyás Király utca és a Móricz Zsigmond utca sarkán az áruk, ami most is inkább békanyállal van tele, és ott visszafele folyik a víz. Nagyon sokszor volt erő probléma, még a közmeghallgatásokon is mindig előhozzák ezt a témát, hogy esetleg egy befedéssel ott meg lehetne majd oldani, mert az másképp nem fog megoldódni, hogyha ez valamikor majd, amikor lesz rá pénz, legalább bevenne a sorba, a tervezetbe bevenni. Köszönöm szépen! Máté, nem nyomtad? Ja, jó, jó, jó. Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy még további kérdés, észrevétel van-e a zárszámadással kapcsolatban? Nem ez? Ja, de, a zárszámadást követő fejlesztési döntés. Maradjon, jó, jó, jó. Ilyet nem látok, akkor én a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságnak a 188-as határozati javaslatát tenném fel a szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Igen. 12 igen szavazat, a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. Ez volt a Gemini Televízió 25. évfolyam, 25. heti száma. Adásaink továbbra is a megszokott időpontokban láthatók. Szombaton 17 órakor az új műsor, majd hétfőn 15 órakor, és pénteken 21:30-kor az ismétlés. Kérjük, kövessék nyomon és segítsék munkánkat, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol HD minőségben is megnézhetik a beszámolókat. Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszámunk 0629 413 511. E-mail címünk gemintv2000@gmail.com. Honlapunk pedig www.geminitv.hu. Köszönjük a figyelmet, szép hétvégét kívánunk. Viszontlátásra!